Sziasztok gyerekek, sziasztok felnőttek! A mai estén a májusról fogok nektek mesélni, vagy ahogyan Osváth Erzsébet írja, május lánykáról. Szeretném nektek megmutatni, hogyan néz ki május lányka, ugyanis gyönyörű rajzok vannak ebben a könyvben. Az illusztrátor Rejh Károly, grafikus művész, és ő készítette a rajzokat a Pál utcai fiúkhoz, meg a kincskereső kisködmönhöz is, és nagyon fontos, hogy majd a mese végén visszatérek még a rajzoláshoz, lesz számotokra egy meglepetésem ezzel kapcsolatban. De most lássuk, hogy milyen is a legszebb születésnap. Közeledett a tulipánarcú május lányka születésnapja. Tavasz, az édesanyja szétküldte a zöld levél meghívókat. A vörös vegy vitte el a cinkéknek, rigóknak, pintyeknek. A mókusok adták át a sünöknek, nyusziknak, mackóknak, őzeknek. Napanyóhoz és szellőjékhez a pacsirta vitte. Dalolva szárnyalt magasba a kis pacsirta, csőrében a cifracakkos levél meghívóval. Napanyó szívesen fogadta. Köszönjük a meghívást május lányka ünnepére. Ott leszek lányaimmal együtt, ígérte. Repült tovább a pacsirta szellőjékhez. Ők is örömmel fogadták. Köszönjük a meghívást május lányka születésnapjára. Ott leszek a fiaimmal együtt, üzente. Felhőjék nem kaptak meghívót. Dultak, fultak, irigykedtek, amikor egy égig érő toronyház antennája elárulta nekik, hogy napanyó mind az 5 lányával készül a születésnapi mulatságra. A legnagyobb, legfeketébb felhő dühösen dörögte. Majd elrontom én azt a születésnapi dárítót. Olyan zuhét eresztek az egész társaságra, hogy menten szétszaladnak. Gyertek! Parancsolta a kicsi és nagy felhőknek. Kövessetek! Meg sem álltak napanyó kapujáig. Napanyó éppen lányai aranyhaját fésülte, amikor fekete felhő betoppant hozzájuk. Sose készüljetek arra az ünnepségre! Ripakodott rájuk félelmetes mennydörgő hangján. Eltakarjuk az égboltot, aztán koksolhattok a sötétben. Még egy keskeny rész sem hagyunk, ahonnan lekandikálhattátok. Ó, a gonosz! Suttogta valaki a háta mögött. Fekete felhő mérgesen hátrafordult, hogy megnézze, ki merészelt megszólalni a közelében. De egy lelket sem látott, pedig ott volt mögötte elbújva a legszemfülesebb szellőfiú. Őt azért küldték napanyójékhoz szellőjék, hogy várják meg őket, és együtt menjenek az ünnepségre. Ez a rút fekete felhő el akarja rontani a mulatságunkat, gondolt a szellőfiú kedveszegetten. De abból ugyan nem eszik. Szaladok tüstént az apámhoz, ő majd elbánik vele. Édesapja szél nagy haragra gerjedt, amikor meghallotta, miben mesterkedik fekete felhő. Töprengett, hogy mit évő legyen. Tudta jól, hogy egyedül nem elég erős ahhoz, hogy szembeszálljon vele. Gyerünk nagyapádhoz, mondta a szél fiának, a szellőnek. Közöttünk ő a leghatalmasabb. Ha ő segít, jaj a fekete felhőnek. Az öreg, hosszú szakállú szélvész ugyancsak dübegurult, amikor megtudta, miben sátikál az ördöngős fekete felhő. Majd ő megtanítja kesztyűben dudálni. Kövessetek együtt elűzni a felhőket! Kergették őket a hatpupú hegy mögé, a haragos tajtékzó tenger fölé. Ott hagyták az egész paraputyot, maguk meg visszatértek, megpihent. Újra kék lett, ragyogott jókedvűen az ég, megszabadult a felhőktől. A szellőfiúk és napsugárlányok kacagva kergetőzve repültek le a földre, május lányka ünnepére. És megkezdődött a születésnapi vigasság. Kigyúltak a gesztenyefák ünnepi fehér, rózsaszínű gyertyái, rázendített a madárzenekar. Piros, kék, sárga, lila léggömbök, mint színes pillangók szálltak a magasba. Ének szó csendült fel innen is, onnan is. Május lányka örült a sok szép születésnapi ajándéknak, a vidáman felröppenő léggömböknek, a madárhangversenyeknek,
a tarka virágok illatának, de legeslegjobban a gyerekek kezében lévő szellő lobogtatta apró, piros zászlóknak örült. Ennyi volt a mese, holnap pedig az örökbe fogadott kis cicák történetét hallgathatjátok meg. És a meglepetés, amiről a mese előtt beszéltem, az az, hogy holnap reggel 8 órakor a Veresegy Meseszínház Facebook oldalán közé fogunk tenni egy posztot, amelyben rajzversenyt hirdetünk a gyerekek számára. Az lesz ennek a lényege, hogy a Kismanó sapkája című kötet meséihez kell, hogy kapcsolódjon a rajz. Teljesen mindegy, hogy melyiket választjátok. Azt is lehet választani, ami már elhangzott, ugyanis újra lehet nézni ezeket a meséket ugye az oldalunkon, de az is lehet, hogy követtek bennünket az elkövetkezendő estéken is, és majd választatok egy olyan mesét, ami megihlet benneteket, és kedvetek lesz majd esetleg rajzolni róla valamit. A poszt alá kell majd feltölteni a rajzokat. Május 31 reggeléig, vagyis gyereknap reggeléig várjuk ezeket a posztokat, illetve a kedveléseket, mert a legtöbb like, a legtöbb tetszik jelet kapó rajz lesz a győztes, és természetesen az alkotója egy nagyon szép mesekönyvet kap majd ajándékba. Úgyhogy várjuk a rajzokat, akár már is hozzá lehet kezdeni, ha van kedvetek, időtök, de aztán aludjatok is egy jó nagyot, és holnap este újra találkozunk. Jó éjszakát, sziasztok!